Ezúttal nem szirénázva érkezett a tűzoltó autó, a zenés felvezetés után következett a meglepetés műsor. Szervezetünkre jellemző, hogy női tagok és önkéntes tűzoltók lehetnek, és ennek ellenére túlnyomó rész nyilván fiúkból és férfiakból áll a csapatunk, és ők mindig nagyra értékelik a hölgyeket, akár magánéletben, akár a csapatban, és így jött a gondolat, hogy akkor egy nőnapi köszöntő programot szervezzünk. Egyébként spontán is mentünk végig már a tegnapi napon is a városon, ahol szólt a zene, az autóból integettünk, illetve kis apró édességet osztottunk a hölgyeknek, akikkel találkoztunk, illetve hát a fiúk. Az egyesületnek jelenleg 16 aktív tagja van, az egyik legfiatalabb önkéntes néhány napja csatlakozott a csapathoz. Körülbelül egy hete vagyok önkéntes tűzoltó. Engem nagyon érdekel a tűzoltás, nagyon régóta, ezért szeretnék tűzoltó lenni. És a hölgyeket is szereted, mert jöttél? Igen. A tűzoltók köszöntése után a Nemzetközi Ipari Parkban működő vállalat férfi munkatársa is virágokkal lepték meg a hölgyeket. Ennél a cégnél az alkalmazottak többsége nő, és ezért odafigyelnek arra, hogy március 8-án örömet okozzanak a gyengébbik nemnek. Minden évben megünnepeljük a nőnapot, minden évben készülünk nem csak valamilyen, nem csak virágajándékkal, hanem mindig valami különleges kisebb apró ajándékkal is megörvendeztetjük a hölgy kollégákat. Most ebben az évben egy karkötőt kaptak, de volt már, hogy fülbealót adtunk ajándékba, vagy pedig valamilyen különleges tollat is volt már rá példa. Úgyhogy minden évben készülünk azzal, hogy ne csak egy szabványos nőnapi ajándékozás legyen, hanem valami meglepetés is legyen a nőnapi ajándékok között. A győrszentiváni önkéntes tűzoltók elérték a céljukat, és kellőképpen feldobták az itt dolgozó hölgyek napját. A csapat azt is elárulta, hogy már most készülnek a közelgő húsvétra.